Újabb idegenbeli meccsen szenvedett vereséget az illovas Ibrány, Gellicki Máté együttese Máté Szalkán kapott ki 2 0 A második helyezett nagy 2 2 döntetlent játszott az alsóházi kemecse otthonában, a harmadik nyígyulaj viszont 2 egyes es sikerével elvitte a három pontot Tiszakanyáról. A nagyhalász 3 1 legyőzte a szakolyt, a fehér gyarmat a mándagot verte, ugyancsak 3 1 A 21. fordulóban két mérkőzés végződött döntetlenre, a Gyulaháza Tiszavasvári találkozó 1 egy 1 zárult, csak úgy, mint a Tuzsérsényi összecsapás. Utólag azt lehet mondani, hogy igazságos döntetlen született, ráadásul a Tuzsér otthonából azért kevés csapat hozzá el a három pontot. Szómi szó, voltak meleg szituációink, 11-est bázott a házigazda csapat, de én összességében úgy érzem, hogy egy pontra azért rászolgáltunk. A tabella élén az Ibrányál 44 ponttal megelőzve az Egymeccsel kevesebbet játszó 36 pontos nagyecseret és a 35 pontos nyírgyulajt. Szintén 35 pontja van a szakolynak, amelyet a 31 pontos sényű és két 29 pontos együttes a Máté Szalka, illetve a Fehér Gyarmat követ. Az alsó régióban a Gyulaházának 16, a Kemecsének 14, a Sereghajtó Nagyhalásznak pedig 13 pontja van. A 22. fordulóban az Ibrány lesz szabadnapos. A a következő a Gyarmat, Nyírgyulaj, Nagyhalász, Nagyecset, Tiszakanyár, Tiszavasvári, Kemecse, Mándú Gyulaháza, Sényő, Mátészalka és Szakói Tuzsér.